Hosszú Katinka nem telefonált Kis László úszókapitánynak, helyette mégis úszhatott az Egyesült Államokban, ahol megint szerzett érmeket. Itthon pedig takaréklángon, de folytatódik a polémia a riói aranyreménység és kritikusai között. Külföldi lapokban pedig előkerült a dopping szó sajnos. Kálnoki Kis Attila, a 24.hu felelős szerkesztője, a háttérről ő a vendégünk. Szia, jó reggelt kívánok! Na most Attila, azt figyelem, hogy és azért is invitáltunk meg, hogy az, mióta kitört ez a konfliktus, nagyon alaposan igyekszel feltárni ennek az ügynek a hátterét. Voltál élsportoló, öttusázó, voltál nemzeti sportfőszerkesztő, sportújságíró, sportoló. Miért fogott meg ez az ügy, miért izgat az ügy ennyire téged? Nyilván azért, mert mindenki mást is. Katinka egy jelenség férjével együtt. Szerintem fantasztikus, amit elértek, amilyen módon elérték, egy úttörő szerepvállalás ez az úszósportban. Nagy valószínűséggel szerintem az úszósport ebbe az irányba fog elmenni, előbb-utóbb mások is rájönnek, hogy az a régi klasszikus felkészülés, ami mondjuk évi 2-3 verseny, 50 méteres medencében edzés 350 napig, és akkor 15 nap verseny, az megszűnt. Tehát ők abban valószínűleg úszótörténeti tettet hajtottak végre, hogy a tenisz irányába terelik a versenyrendszert. Abszolút, tenisz atlétika, ugye ebben az úszószövetség, nemzetközi úszószövetségben is van hajlandóság, ahogy látom. Nyilván ez a világkupa sorozat, ami most már negyedik, ötödik éve zajlik, ez erre felé tendálja az egész sportágat. Ilyen szempontból a Katinka és a Shane szerintem egy olyan útra lépett, amit valószínűleg nekünk inkább támogatni kell, ahogy egyébként az úszószövetség támogatja is, és árgus szemekkel figyelni kell azt a fajta munkát, amit ők csinálnak, hiszen ezt szerintem oktatni kellene Magyarországon. Tehát a magyar úszóedzők nagyítóval kellene nézzék, hogy mit csinál a Shane és Katinka, mert csoda. Uh-huh. Hát megadott esetben lehet, hogy a nyomába kellene majd a tanítványaikat engedni előbb-utóbb, nem? Igen. Azt gondolod te is. Na most azt mivel magyarázod, hogy ez a konfliktus ilyen nagy érzelmeket vált ki gyakorlatilag a társadalom nagy részéből, hogy ahogy ez lenni szokott, akár politikai kérdésekben ketté osz baráti társaságokat, szinte mindenki megtalálja benne egyébként a maga ideológiai, világlátási, politikai szimpátiáját, és tulajdonképpen ezt a vitát egy ilyen magyar büszkeség, megvan nekünk a tradíción kontra nyugatos modernizáció, mi megpróbálunk amerikaiak lenni, szóval egy ilyen típusú attitűdre is ketté lehet osztani. Miért alakult ez így szerinted? Miért pont ebben az ügyben alakult ez megint így? Én két okra vezetem ezt vissza. Egyrészt Katinka egyedüliként vagy elsőként a magyar sportolók közül a kommunikáció terén is egy teljesen újat húzott. Ő a közösségi oldalán keresztül kommunikál immár 4 éve, és egy nagyon komoly, lassan 240 ezres követői tábort épített ki. Ez a 240 ezer ember, ez kicsikét több, mint a Nemzeti Sportnak a napi egyedi olvasó száma, vagy aki el tudja olvasni egyáltalán a napot. Tehát ő bármit posztol, lényegében saját magáról több embert ér el, mint a Nemzeti Sport egy adott nap. Ez azért döbbenetes, ugye 5-7 ezer like számról, több száz hozzászórásról beszélünk egy egyszerű kép, vagy egyszerű motivációs üzenet kapcsán. Ilyen formán Katinka elér olyan embereket is, akiket egyébként a Nemzeti Sport alapvetően nem ér el, hiszen a Nemzeti Sport, valljuk meg őszintén, 50-70%-ban futballcentrikus, ugye az összes többi egyéni sportágra marad a többi, tehát az úszás mondjuk akkor szerepel benne, amikor Katinka éppen úszik, egyébként nem szerepel benne. Katinka meg 365 napon keresztül úszik és kommunikál a szurkolóival. Ez az egyik fele. Van egy szerintem minimum milliós követőtábora, amivel lényegében Magyarország összes sportszerető emberét, és még Kati nénit és Pista bácsit is eléri vidéken, aki egyébként, valljuk meg őszintén, lehet, hogy még sportot se nagyon néz. Szimpatikus ember. Eredményei vannak, csodálatos. Másik oldalon pedig valóban van egy ilyen magyar sporthagyományok, magyar sportfinanszírozás jelen, és egy teljesen más nyugat-európai, vagy nevezzük nevén amerikai szemlélet találkozása, amivel alapvetően ilyen szocializációs konfliktusok adódnak. Magyarországon valóban úgy van, ahogy azt a szövetség is gondolja, hogy mondjuk a szövetség rendezvényeire, eseményére teljesen ingyen állnak oda a versenyzők. Promóciós reklámfilm, mondjuk reklámfilm. Egy hazai rendezésű világverseny. Ingyen, örömmel. Nagy Lacitól, Cseh Laciig, mindenki, persze, hát ingyen megcsinálják.
ez a dolguk. Amerikában ez nem így van, mert Amerikában egy ilyen eseményt úgy néznek, hogy egyébként innen is nézhetjük, hogy mondjuk idejön 5000 sportoló, edző, vendég, hoz magával 25000 szülőt hozzátartozót egyebet, körülbelül 2 héten keresztül teltház lesz az új uszodában, amiből kis túlzással adóbevételből, jegybevételből, reklámbevételből, fina bevételből milliárdok folynak be az úszószövetség, illetve az államkassa büdzséjébe. Innen nézve mondjuk az, hogy ingyen szerepeltetünk ennek az eseménynek a reklámfilmjében egy-egy versenyzőt, Kásás Tamástól, Darditól, a műúszókon és a műugró lányokon keresztül, az érdekes, mert hogyha van egy milliárdos bevételű rendezvényem, akkor annak a promóciójában, ha valakit szerepeltetni szeretnék, annak illik valamit csepegtetni. Ez az amerikai szemlélet. Ez az amerikai szemlélet. Magyarországon ez nem így volt. Ez hát a kettő információ. Ha jobban belegondolunk, akkor persze ez messzebb vezet, hiszen az európai vagy a magyarországi szemlélet, ugye eleve a sport finanszírozásnál az, amikor egy hosszú katinka, valamelyik tehetséges hosszú katinka belép a rendszerbe, mit fizet neki az állam, mit fizet neki a közösség, hogy van ez Amerikában, hogy kell összeszedni a szponzorokat, szóval ez teljesen, tehát ez jóval korábban különválik a modell. Attila, azt mondnak, hogy az eddigi tudásod alapján is zajlanak az események, meg azért érvek, meg érzelmek, rengeteg van ebben a konfliktusban. Neked melyik az igazsághoz leginkább közel álló magyarázat? Szóval neked van ilyen hős és gonosz, fekete és fehér narratívád erre a történetre? Igazán nem. Nekem sem akadt, én azért vagyok kíváncsi. Én kerestem az állásfoglalás lehetőségét, de nem találom. Tehát, ha az egyik oldalról nézem, akkor az egyiknek van igaza, a másiknak a másikról. Mégis én is csak ugye ebben a rendszerben szocializálódtam, tehát mi is így nőttünk föl, én is innen nézem ezt a történetet. Más kérdés, hogy lehet, hogy ebben is érdemes lenne tanulni Katinkától, hiszen vagy Séntől és Katinkától, hiszen a világ változik. Én azt gondolom, hogy sokkal inkább két filozófia egymás mellett elbeszéléséről beszélhetünk. Ellenben jó lenne, hogyha ez a vonal összeérne idővel, mert egyébként nincs vége. Szerintem ez a héten meg is fog történni. Nagyon remélem. Világos, tehát most ezt a konfliktus valahogyan, te azt mondtad, hogy le fogják zárni, vagy legalábbis hűteni fogják, elteszik a felek. Legalábbis a riói olimpiai ezt érdemes lenne megtenni. Mindenkinek ezen az érdeke, hogy ne egy mindkét fél sérülésével végződő konfliktus alakuljon ki. Ugyanakkor az, amit te mondasz, hogy tanulni tőlük, hogy az amerikai modellt jónak tartani, átvenni, és az a fajta sportfinanszírozás, ami meg Magyarországon azzal, hogy ez a kormányzat évek óta nagyon fontos stratégiai ágazatnak tartja a sportot, még több pénzt ad rá, az állami szerepvállalást nem csökkenti, nem kivonul, nem piacosítani akar, hanem igenis bábáskodik, és ezt egy közösségi érdeknek tartja. Szóval szerintem ez inkább eltart jelen pillanatban, nem? Én a tanulást nem az... elsősorban a finanszírozást, hogy vonjunk ki mindent a magyar sportból típusú gondolkodással értettem. Hanem, sokkal inkább azokat... Így építse fel magát azokat egy sportoló. Így építse fel magát egy sportoló, azokat a szakmai üzeneteket meghallgatni, amiket ők mondanak, azokra mindenképpen érdemes odafigyelni. Más kérdés, hogy ugye Shane és Katinka ugye mindkét rendszernek az előnyét élvezi. Élvezi azt, hogy lényegében ők hát nehezen tudnak olyat kérni, ezek szerint mégis tudtak, olyat kérni, amit ne teljesítene. Igen, tehát amit ne teljesítene az úszószövetség vagy a magyar állam innen nézve, mert ugye van úszószövetség, van Vasas, van MOB, három oldalról folyik be a támogatás ilyen-olyan-amolyan formában ugye a hosszú Katinka és a Shane felkészüléséhez. Ugye ez mind a három állami forrás, minimális szponzoráció vagy reklámpénz van benne. A másik oldalról pedig ugye a bevételek oldalán ők lényegében teljhatalmat kaptak, minden bevétel az övék. Tehát azért mondom, hogy ők a rendszernek, mindkét rendszernek az előnyeit élvezik. Igen, haszonélvezői mindkét. Abszolút módon. Tehát ilyen szempontból szerintem a magyar rendszerrel én örülök neki, hogy az állam ugye stratégiai ágazatnak tekint rá, tök jó. Minden sportoló örül ennek. Nem nehezen tudom elképzelni, hogy van Magyarországon olyan sportoló vagy sporthoz kötődő ember, aki azt mondaná, hogy ezt nem így kellene csinálni. No igen, csak hogyha mondjuk egy ilyen
helyzetben, ennek az előnyeit kihasználva, felismerve bizonyos trendeket, más sportolók is Katinka nyomában erednek nagyon helyesen, és megpróbálják magukat jobban definiálni, pénzdíjas versenyeken, szóval ebbe az irányba vinni a történetet. Ugyanakkor a kompromisszumban valószínűleg az is benne lesz, benne kell, hogy legyen, hogy például az ilyen helyzetekben, mint egy ilyen promóciós film, tehát azért bizonyos módon azt is figyelembe kell majd venni a sportolóknak, hogy van egy más típusú, nem amerikai típusú közösségvállaló hátországuk, nem? Szóval mi lesz itt a kompromisszum szerinted? Van, ahol van kompromisszum, tehát az úszószövetség, ha hibázott valahol, akkor ott biztos, hogy hibázott, hogy az úszóknál 2015-öt írtunk, nem volt olyan szerződés, amely ezeket a marketing jogokat és felelősségeket kezelte. Hát egy szóba ilyen, meg ilyen félig meddig körülhatóan megoldott. Én nem tudok komoly sportágat Magyarországon, ahol ez ne lenne meg. Tehát a Öttusában 1991 óta vagy 2 óta Török Feri bácsi annak idején megíratta ezt velünk, egy tök egyoldalú szerződés volt ránk nézve, tehát nekünk vigyázba kellett állni mindig, de ettől függetlenül volt szerződés, ami rendezte azokat a jogokat, hogy a szövetség rendezvényein, a szövetség szponzorait hogyan képviseljük évközben, és egyébként, ha nekünk lett volna valamiféle szponzorunk ugye a nyíló kapitalizáció irányában, akkor azt ő hogy kell jóvá hagyja, és engedélyezi, hogy legyen, vagy nem engedélyezi, mert neki az érdekeivel ellentétes. Na most te azt jósolod, hogy lesz a felek között, és azt mondod, hogy akár a héten valamifajta csatabárdelásás, tűzszünet, békekötés. A végére értünk még annyit gyorsan, mert hogy itt nemzetközi sajtóban megpendítettek megint egy éve is a Swimming World, ugye dopping, nem dop, a szó bekerülése. Most ugye annak kapcsán, hogy ha ő elment Austinba, és a Magyar Szövetség tudott, nem tudott róla, itt egy nagyon szerencsétlen kommunikáció volt, de ezt fölkapták. Nem érzed azt, hogy a következő napokban lesz egy ilyen veszély Katinkájékra? Éppen azért, mert nagyon jók, tehát fogják őket támadni mindenféle módon. Én ezért mondom, hogy ezt nagyon gyorsan le kell zárni, ezt már az ő oldalukról le kellett volna zárni. Katinka egy termék, tehát neki minden negatív kampány, ami az ő szurkolótáborát, vásárlói táborát megoszthatja, az negatív. Ilyen szempontból szerintem meg ők hibáztak, tehát nekik ez a Kislaci bácsi féle kirohanás, ez nagyon rossz gondolat volt, bár teszem hozzá, hogy 10 másodperc alatt kellett eldönteni, hogy mit csináljanak, tehát nem volt egy egyszerű történet. De ez mindenképpen nekik egy negatív irányba terelte azt az imást, amit egyébként hosszú éves munkával fölépítettek. Hogyha ebbe még bekerül egy nagyon buta dopingvád, az aztán még rossz. Hát Attila, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor hát azt gondolom, hogy minden esetre mindannyian reménykedjünk valami fajta békekötésbe, az mindenkinek az a jó megoldás. Köszönöm szépen. Azt hiszem, én is köszönöm szépen.